Juhú! Asztal, és most már nem megy le a vízünk! Nem, és még látunk is! Asztal, rohadt, de király! Krisztián! Ott az első szigonyos. Támadjuk meg! Szigonyos, te bará! De ott a szigonyos, te! Ja, tényleg. Gyere! Megdobja vajon? Ugye Béna! Dobja meg! Léci! Dobd meg! Nem dobta meg! Semmi baj, Krisz. Hiszen azért vagyunk itt, hogy kifarmoljuk. Krisztián, nyugodj meg! Most az a feladatunk, hogy szigont farmoljunk. Szigonyt! Úgyhogy mindenféleképpen el kell kezdenünk felkészülni, hogy nem sokára szigonyom lesz. Juhu! De biztos, hogy nem sokára szigonyod lesz, Máté? Az nagyon ritka, nagyon-nagyon nehéz kifarmolni. Tudom, hogy nagyon nehéz kifarmolni, de ezért vagyunk itt. A szigonyfarmon! Na hello, srácok! Ez itt a Minecraft sorozat 19. része! Juhu! Ez az! Juhu! Krisztián, izgatott vagy a 19. résztel kapcsolatban? Ja, előkészültünk ide a farmhoz. Nagyon izgatott vagyok. Ja, én is. Az ott mi? Nézd már, mi van ott! Hol? Levegő inda. Hol? Hát nem ott. Krisztián, elmondanád a menetét, hogy fog történni a szigony... Látom a levegő indát! Na végre, fővette az agyát. Na. Elmondom a menetét, aki esetleg nem látta, mert az egyik rész végén volt ez, és akkor egy csomóan nem nézitek végig a videót, meg egy csomóan nem is vagytok feliratkozva, ahogy meritek. Úgyhogy sokan nem láttátok szerintem, úgyhogy elmondom. Ott fölmászunk oda létrával, és ez egy nagyon magas, és itt az a mély víz, amiben bemegyünk, ez olyan dolgot idéz elő, hogy itt bespawnol egy csomó ilyen vízi zombi. És most az előző rész végén, aki esetleg nem látta, beépítettük ide a konduitot, még nem full power-en működik, mert... Igen, srácok, ez még csak egy ilyen kis keretet tudtunk neki építeni, mert hát aki látta az előző részt, az tudja, hogy min kellett keresztül menjünk, hogy ezt a kevés kis blokkot megszerezzük. Ja. Vissza fogunk még menni, hogy egy teljes konduitot meg tudjunk építeni, de ez nagyon nehéz feladat, úgyhogy még egyenlőre hanyagoljuk. De most nekünk ez bőven jó, mert nem fulladunk meg egyáltalán, meglátunk a víz alatt a kert. Igen, az volt a fontos, hogy ne fulladjunk meg, lássunk a víz alatt, és esetleg ez tudja ölni a szörnyeket, bár attól félek, hogy ha ez öl meg egy szörnyet, az a konduit, akkor nem dobja el a cuccot. Hát majd kipróbáljuk. Na jó van. Akkor szerintem, Máté, ne is húzzuk az időt, mert ki tudja, hogy milyen ritkán esik ez a izé, ez a legritkább fegyver az egész játékban, nem? Ez a legritkább. Pontosan, igen, szerintem ez a legritkább fegyver. Hát van ennél ritkább fegyver? Nincs. Ez a legritkább fegyver. Még nappal van, és srácok, ez éjszaka sokkal effektív ez a farm, srácok, majd meglátjátok, ne dumáljál bele. Úgyhogy mindenféleképpen éjszaka kell majd inkább. Ja, éjszaka indul be igazán a farm. És arra gondoltunk, srácok, mert az előző sorozatban nem nagyon építettünk ilyen farmokat, meg ilyen automatikus farm, meg redstone, meg ilyenekkel nem is foglalkoztunk, viszont én ezeket nagyon szeretem, és arra gondoltam, hogy most majd építenék ilyen redstone szerkezeteket, meg minden félik itt. Krisztián, mit szólsz ehhez? Hát, nem tudom, én annyira nem vagyok ezért oda, de ha srácok szeretnék, hát írjátok le kommentben, hogy építsünk ilyen redstone cuccokat, meg ilyen automata farmokat. Én nagyon örülnék neki, mert én tökre szeretek ilyeneket építeni. Igen. Hallod? Barom! Hol a szigony? Ott a szigonyos! Egy milliárd! Gyere föl, mert meg fogsz halni, gyere föl! Nem fog meghalni, nyugi! Öli őket a konduit! Remélem! Hallj meg! Itt van! Azaz, meghalt! De nem dobott semmit a francba. Nem? Azt a mindenit. Ott egy borgászbotos megizés. Máté! Jaj! Ölni kell őket! Rengetegen vannak, ezt mind meg kell ölni. Öl! Ez még szerintem nem öl ez a konduit. Így még nem öl? Így még nem szerintem. Azt a mennyi! Nyugi, vágom őket!
Én vágom őket innen hátulról. Szép munka, Máté. Szép munka. Tudom. Ja, ide neked is kéne egy hely szerintem. Ja. Építs ide magadnak is egy helyet. Ezt én építettem azt magamnak. Hát de most építs ide magadnak. Na. De azt is magamnak egy építettem. Egy csomó nautiliussált dobnak, úgyhogy tök jó, mert... Mert akkor tudunk még konduitot. Tudunk még konduitot. Nyugi Krész, megsegítelek! Azaz, megsegíts, kösz. Szerintem maxos kell, hogy legyen a konduit, és akkor fogja sebezni őket. Nem? Hát lehet amúgy. Biztos, hogy sebzi, biztos. Igen, azt mondta, hogy sebzi a vizimobokat. Oké, az egy már nem számít, meg nincs is nála semmi, úgyhogy gyere föl. Ja. És mehet a következő kör. Hú, igen, igen. Srácok, szerintetek hány kör kell, hogy legyen szigonyunk? Szerintem... Te mire tippelsz, Máté? Én? Három. Három? Én 6 körre tippelek. Srácok, ti most írjátok le kommentbe, hogy hány körre tippeltek, hogy hány kör után lesz meg a szigony. Szerintem 6 kör, a Máté szerint 3. Szerintetek hány kör után lesz meg? Szerintem 6. Miattad majdnem leestem, te... Hogy nézel ki? Te állatember, te... Jaj! Mi a szar? Majdnem tönkre ment a baltám egy körtől. Ja, amúgy nagyon durva. Hát én, hát ezért is hoztunk a vasat, hogy tudjunk... Ja. Na jó van, Máté. Tudjunk kraftolni dolgokat. Jó van, oké, és Igen, pár guggolás nyomunk, pár guggolás. Krisz, ugrálós guggolás, mert. Jó, fekvőtámaszt, mehet, nyomja, te nyomod először. Oké. Ez nem fekvőtámasz, ez guggolva nyakrángatás. Azt a jó tud, nézzétek meg, nem tud egy fekvőtámaszt nem bír lenyomni ezt a bénát. Szerinted ennyi várási idő elég volt? És már jön is az este! Most jön az igazán durva! Krisz, egyél. Következő kör után építsünk neked is oda egy ilyen genyát. Jó, jó, okay. Na, mehet, és figyeld egyből a szigonyosokat! Boom. Azaz. Futás! Hol van? Merre van szigonyos? Remélem. Van egy pecet botos. Jaj, ne! Jaj, ne! Gyere, gyorsan! Jó, mennyi van? Mennyi ilyen genya? Ennek viszont mendinges, vagyis hogy enchantos. Na, menjünk föl! Izéje van. Várj, ezt megölöm. Na, francban nem dobott semmit. Mennyien vannak? Azt a mennyi? Egy milliárd! Nagyon sok, Krisz! Ennyivel nem tudunk elbírni egyedül. Egy milliárd! Jaj, neki kell menne menni. Jó, addig feltartóztatom őket. Nyugalom. Én nyugodt vagyok, mint a halál. Jaj. Hát azért annyira nyugi lehet, Máté, ütöm őket hátulról. Ha lehet, jó. Áj, nem, ez viszont így nehéz lesz, Krisz, hogyha nincs szigonyos. Ja. Nem tudom, miért nincs szigonyos. Miért ilyen ritka. Viszont nagyon fejlődök, Krisz. Tényleg én is hogy fejlődök, azt a rohadt, most nézem. Várja, kell egy kard. Azt akkor az kicsit... XP farmnak is jó. Tehát a enchant. Akkor tudjuk majd enchantolni a szigonyt, ha megdobja. Ja, az nagyon jó lenne. Nagyon jó ez a konduit, még így is, hát 1000 kilométerről is ér. Ja, pedig csak egy keret van neki építve. Na, ja. Krisz, várj, ott van egy nautilussal, azt az én fölveszem. Ja. A pajzsomat még nem is kellett használni. Amúgy ezért is jó lenne, hogyha azért meg lenne, tudod, a Rotten Flash, mert azt is el lehet adni majd. Tényleg van Rotten Flash, ez zombi, úgyhogy azt is, hát kell majd még csinálni. Ja. Na, Krisz, most jöhet az igazi kör, amiben megszerezzük a szigonyt. Elhoztam a nyílpuskámat, meg a fireworkeket, és annak splash damage-e van, szóval ha jó és magyarul nem tudsz beszélni? Én hoztam a crossbow-omat, meg a fire rakötömet, és splash damage-ezik. Robban, az ilyen területsebzése van annak a firework raketnek. Meg ne lőj! Nyugi, az ez csak nyílvessző van most benne, ez az utolsó nyílvessző. Hát akkor sem. Hopp, ma ott gyülekeznek, ott vannak. Mikorra? Gyorsan! Szigony! Hú, most milyen kevés van, mi a szar? Most nem vártunk sokat. Ez borzasztó nehéz, srácok, gondoljátok bele, hogy mennyi rengeteg ilyen vízi zombi van itt, és még így is alig van szigonyos. Jaja. Attól félek, hogy nem lesz meg a szigony. Én nem félek. Úgyhogy ugrás! Gyerünk, szigony! Ott van! Sigourney Weaver! Hol van? Ott kettő is! Kettő is! Te jó ég! Engem dobál! Nyugi! Szép! Leütöttem! Ott van még egy... Copper dobot! Dobd el! Dobd! Droppód!
Gyerünk, gyerünk, ott a szigonyom a kezébe! Ezt nem hiszem el. Nem dobta el? Nem. Várj, kell még keresni szigonyost. Megpróbáljuk akkor megint, hogy fölmegyünk, igen, és igen, akkor igen, teremte újakat. Ma akkor nem kell ezeket levágdosni, Andon. Mondjuk XP farmnak elmegy. Ja, elég jó, csak nagyon sok idő, és most nekem nem XP kell, hanem szigany! Húsátok, ez eddig nagyon izgalmas. Ja, ez maron izgalmas. Remélem mindenki nyomott már lájkot. Máté, hello! Hello. Megint nappal van. De amúgy te láttál nagyon különbséget így éjszaka, hát meg nappal között? Hát én azt, hogy nappal 8-szor annyi volt, mint éjszaka. Igen. Ezt láttam. Hát nagyon, és többet vártunk itt. Máté, egyébként hogy telik a napod? Most így úgy, most ilyen reggel van. Hogy telik a napom? Hát elég jól telik a napom. Eddig otthon voltam, és kardot gyártottam magamnak, ilyesmi. És most ide jöttünk a szigetre, és farmolunk. Eddig így telik a napom. És te napod, hogy telik? Az enyém is nagyjából ugyanígy. Én is otthon voltam, gyártottam kardot, meg ilyesmi, aztán így ide jöttünk, és akkor is és aztán így farmolunk, így telik. Milyen fura, hogy ugyanúgy telik a napunk. Na, szerintem Máté már rengeteg zombi. Szerintem meg még semmi. Csak is ránk várnak már. Igen, jó, de még várjunk 10 másodpercet, mielőtt leugrunk. Okay. Egy, kettő, három, négy, öt. Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kezd, tíz. Creeper a csónakban, nem tudom, hogy miért van ott is csónak. Tudom. Na, gyerünk. Jöttek fel a padlóról ugyanazok. Igen? Igen. Ja, akkor nem teremnek újak? Nem. Akkor meg kell őket ölnünk, vagy el kell innen menni? Igen, és már nagyon kevés. Látod, milyen kevés terem már? Vagy akkor menjünk el, mert akkor tök felsőleg. Vagy hát XP szempontjából nem felsőleg is megölni, de... Hát igen, csak nem tudom, hogy melyik a gyorsabb. Körbefogtak, jaj! Gyere fel! Nyugi! Jogi, megmentett. Jaha, halál várjátok, csicskák. Na nézzük meg, Krisz, hogy most mennyi terem, hogyha fölmegyünk. Ja, és hogyha megint kevesebb, akkor el kell menni. Akkor el kell innen menni, jaja. Nagyon fontos, meg kell legyen az a szigony. Mindenképpen. Ez volt a negyedik. Jó, most már nem nyerhetsz, most már csak én nyerhetek. Mert ja, a francba. 250-ből lesz. Meg. Akkor is te nyersz. Szóval most már te nyertél, a fene egyemög. Oké, Krisztián, hogyha ezután sem tudjuk megszerezni, akkor el kell innen mennünk egy kicsit arrébb. Ja. És akkor vissza kell jönni, és megint próbálkozni. Ja, de én arra gondoltam, hogy kis pihenésképpen elutazhatnánk valamerre. Mit szólsz? Ja, hogy nézni valami helyet? Aha. Nálad van a térkép, te barom. Nálam, aha. Ja, jó. Akkor elmegyünk. Hát jó, csak kim vagyunk a térképből. Igen, olyan messze vagyunk. Ja, de amúgy lehetett volna már ide is csinálni egy térképet. Érted? Ja, lehetett volna, hogyha odafigyelné, de nem figyelsz. Halljátok amúgy, srácok. Szerintetek befejezzem a vízi farmot? Mert szerintem igen. Mi az, hogy befejezzem? Hát a víz alatti farmot. Ja, a víz alatti búzafarmat? Búzafarmat. Hát, ilyen, ja, hát hogyha szépre búza... megépíted, és nem ilyen üveg-WC lesz, hát akkor... majd kéne, hogy segíts. Jaj, ne. Ez drámaibb lesz, mint gondoltam, Chris. Jaj, ne. Máté, elérkezett. Elérkezett az est, amikor meg kell legyen a szigony. Ez egy jel. Ez egy jel a szigony mastertől. Ma este megszerezzük a szigonyt. Ugyanis a szigony az hírhetten egy viharos fegyver. Ja, úgyhogy most biztos, hogy fogunk szerezni szigonyt ennél az ugrásnál. Készen állsz, Máté? Igen, készen állok. Viszont azt tudnod kell, hogy a szigony a vízi zombik kezébe is sokkal erősebb ilyenkor. Úgyhogy vigyázz az életedre, Krisztián! Ez komolyan, így van. Meggondolom. Onnan gondolom. Na, mehetünk! Oké, csak kell, mert ebből legurik az a király! Juhu! Persze, Máté, dög! Yeah! Na, gyerünk, szigonyos. Szigonyos? Nem hallom a szigonyokat repkedni, haver! Hol van a szigonyom? Milyen szigonyod? Te, én szigonyom. Vagyis, hogy hol van szigony? Hát, ez nem igaz, majd megint egy szigony... Mi ott van! Szar... Igen? Krisztián, az lesz! Az én szigonyom van a kezében! Elkezdtek felemelkedni! Az én szigonyom van a kezében, gyere, dög! Azt hiszed, hogy legyőzhet. De nem sokára én fogom a szigonyt majd a kezemben! Jogi Máté, meg lesz! Bütöske. Meg lesz a szigony! Hiszem, hogy meg lesz! Jaj, ne, már jönnek védeni!
Ez biztos jel arra, hogy győzni fogunk. Azaz! Gyerünk! Hol van? Hol a sziganyom? Ezt nem adtam el. Ez nem igaz. El. Hamis volt a profécia? Hamis volt. Feledje meg! Ezt nem hiszem. Nincs nálam szigony, ami azt jelenti, hogy nem győztünk, Krisztián. Kijött a földre! Azt a rohadt, mit képzelsz magáról? Mi? Jaj, mert esik az eső, és ki tudnak jönni a földre. Ez kamaj. Beleült megint kettő ül a csónakba. Krisztián, menjünk erről a dühött helyről. Gyere, menjünk el innen. Jó. Nem sikerült, ezt nem hiszem el, gyere utánam. De nyugi, még meg lehet, még sőt, meg is lesz. Ilyen nincs, hogy nincs. Érted? Elkalandozunk valami nyugodtabb helyre. Ja. Arrébb megyünk, hogy bejel... Ott van láncruhás! Mennyi zombi! Máté, rá kell dobnod a páncélod! Jó, de akkor meghalok, hát akkor dob rá te! Várjál! Hogy kell kijönni? Ezt eldobtam, ez nyílpuskám! Nyugi! Lő a csont! Gyorsan azt meg kell ölni a csontot! Ja, de az a csont láncruhás! Nyugi, Máté! Megütöm! És akkor engem lő és dob rá az izédet! Ja. Nem veszi fel! Jaj, de pók! Meghalok! Okay, akkor megölöm! Szép jó. Volt! És nem dobta el, ez komoly! Ezt nem hiszem el! Én mindent megpróbáltam, Krisz. Semmi baj, jó volt, Máté, ügyes voltál. Menjünk még egy kicsit arrébb. Jó. Ja, csak most ilyenkor, ja, aludni kéne, Máté, mert ilyenkor beterem egy csomó szörny. Igen. Nappal kéne menni, és el kell menni távolra, és vissza kell jönni. Ott megint egy láncruhás, várjál, megölöm. Igen. És milyen? És sok láncruhája van? Igen. Ne! És meghalok, ezt nem hiszem el. És eldobta. Jogi! Mit dobott el? A lánc. Mi? Jaj, ne! Jó, túlélted? Igen, itt van nadrág. Jó. Csak sajnos nadrágom az már van. Nem baj, jó lesz. Ott van egy csomó enchantos csont. De ja, de azt inkább ne támadjuk azt meg. Azt ne, öt enchantos íjas csontot, azt ne. Jó. Ez durva volt, Krisz, ez durva volt. És akkor vissza kell jönni, hogy visszaspawnoljon, mármint hogy despawnoljon itt minden, és akkor megint föltöltjük. De amúgy most sok zombi spawnolt, nem? Igen, elég sok. Vagy, de amúgy lehet, hogy az hamarabb megvan, hogy elmegyünk valameddig. Hát igen, csak meddig kell menni, érted? Hát mindjárt megnézzük. Például van itt ez a sziget. Az kicsi, az kevés lesz, hát a látótávonban benne van még a izé. Igen. Uh-huh. Akkor még egy kicsit tovább. Azta! Hú, Krisztián, ezen az éjszakán meg kell legyen. Ezen azt az éjszakán meg kell legyen. Szerintem. Miről hát beszélsz? Hát mindjárt reggel van. Mi van reggel? Miről beszélsz? Hol Krisztián, ha most visszamegyünk, és nem lesz ott mob, és fölmászunk, és leugrunk, az még bőven meg lehet az éjszaka. Az igaz, mert lehet, hogy bespawnol 10 sziganyos. Jaja, hát mondjuk akkor meg is halunk, az biztos. Hát lehet. Jó, eltűntek, én úgy látom. Na, az jó lesz, mert akkor csak így, akkor nem kell... Azt a rohadt, mit villámlott! Igen, de várjál, azért lemegyek, megnézem. Itt egy csirke. Tudod, mert volt, hogy a földről elkezdtek följönni. Igen. Nem, nincs egy szál se. Na, az király, mert akkor csak oda el, mert ez hamarabb, ez gyorsabb, mint ja, hogy levágtas. Ja, megnézem azért, őket, hogy van-e nem? Szigonyos valahol. Nem, ez gyorsabb, mint hogy levágtas. Nem, ott van egy Nautilus shell-es. Ja. Ez sokkal gyorsabb, igen, mint hogy levágjuk őket, úgyhogy ez jó taktika lesz, jó. Ezt meg vigyük már innen. A csónakokat ad ide hátra inkább. Meg kell legyen ezen az éjszakán! Nincs mese! És gondolj bele, ha meg lenne a szigonyom. Milyen őrült, erős ember lehetnék. Ja. Ja, de amúgy ne beszéljünk már ilyen dramatikus, filmesen egész végig. Miért ne? Az elkövetkezendő részekben, Krisztián, meg kell csinálnunk az enchantoló helyiséget, és az nagyon fontos, hogy ha megszerezem a szigonyt, akkor legyen rajta megfelelő enchant is mellé. A loyalty az nagyon szükséges. Igen, mert... az elengedhetetlen, mert elveszted a igen, szigonyt. Igen, akkor elvesztem hát a szigonyt. Hát mondjuk ütni is lehet vele. Hát jó, csak hogyha véletlenül eldobom és kidobom a világűrbe, akkor mi történik? Ne dobd el véletlenül. Ha pajzs van a kezedben, akkor nem tudod eldobni, nem? Akkor beérkezik. Mindjárt eltörik a pajzsom, ez barom állat vagyok. Krisztián, leérkezünk, ki kell mennem egy pajzsért, mert... Mert hülye vagy, és nem igen. Új pajzsot, jól van. Juhu! Oké, melyik a pajzsért? Let's go! Alig van, ezt nem hiszem el. De miért van alig? Nem tudom. Alig
terem már be, mondom, jönnek a más mobok, vagy nem tudom, meg rengeteg tintahal is van, azt is le kéne ütni őket. Hülye tintahal, ja. Áj, Krisztiáni, de még kevesek vagyunk, mint a harmata mungalón. Na gyere, miért van ekkora knockback-i a kardomnak? És nem amikor meg kéne, akkor nincs knockback, persze. Amikor kéne, akkor a... Miért nem terem szaros cigonyos? Olyan ritkán terem, nem igaz. Ki mit? 200 mobból egy cigonyos van? Érted. Ja. Ott volt egy horgászbot. Ott dobálja a cigonyt! Hol van? Megyek! Gyerünk! Addig én ölöm ezeket, Máté! Tegyél róla! Oké. Okay. Hogy ne lássa meg a következő napvilágot. De remélem a cigonya meglátja. Hát ja, én is. Eltört! Pancser! Azt a profi! Hát de hiába, hogy profi, ha nem dobja. Nem dobja. Gyerünk. Öld! Ezt nem hiszem el, de miért? Még kell 45 milliárdot megölni belőle, bakker? Hány százalék esélye van, hogy dobjon? Nagyon kevés. 6,25 százalék a spawnol Trident-tel a Drowndoknak, szóval 100-ból 6. 8,5 százalék esélye van, hogy eldobja. 8,5 az elég sok. Szóval 12-ből dob egyet. Jó, hát mennyit öltünk meg eddig? 6-ot? Ja, 6-ot, 7-et. Jó van, akkor szóval még ugyanennyit meg kell ölnünk. Szóval 12-ből kapunk egyet. Jól van. Krisztián, egy nappal látélve kell harcolnunk, hogy megszerezzük. Megöltünk eddig kb. 5 darab ilyen tridenteset. 8,5 százalék esélye van, hogy eldobja Krisztián. Vagyis rácok, hogyha ti a kommentbe írjátok, hogy hányadik kör után kapunk tridentet, akkor ti megszámolhatjátok így a videóban, hogy hányszor ugrottunk le eddig. Yeah! Jó, remek tánc volt Krisztián, ezért adok egy Nobel táncdíjat. Egy Nobel táncdíjat? Köszönöm szépen, meg is érdemlem szerintem. Azon kéne eltűnődni, hogy lehet, hogy kevés időt töltünk itt fenn. Hát nem? Falangsz. Hú, így milyen falat alkotunk. Nézd meg a pajzsal, és így végigállni mindenki. Na erről beszélek, hát ezt gyakoroljuk. Krisztián, szerintem most már biztos, hogy jó lesz a mennyiség, úgyhogy menjünk le, és gyilkoljunk. Pontosan. Let's go! Jó! Aki előbb leér, az a király. Yeah! Én értem le előbb, én értem le előbb, de... Azt a mennyi? Most sok volt! Most sok van! Tehát természetesen egy tridentes sincs. Igen, de itt egy horgászbotok. És nem dobja el a horgászbotot. Még csak horgászbotot se lehet farmolni, ami az az őrült barom. Miért nincs tridentes? Ez az, azt írja, hogy a 6,5 százaléka. Akkor... Az mennyi? 10-ből... 15-ből egynek kéne lennie. Ez bőven több, mint 15, Krisz. Azt mondom. Csak ez nagyon közel van egymáshoz, ez a két hely. És mi állandóan megütjük. Itt a Traveling Merchant. Hello, Mr. Traveling! Hello, Mr. Traveling! Nyugi, Máté, majd én megnézem, mit árul. Jó. Máté! Ha? Betöltesz egy robbanó töltetet? Igen, betöltem. Azt a piercing láttad, hogy mennyit megölt? Igen. Azt nem láttam. De egy valamit látok. Azt. Hogy? Hogy most betöltöttem a robbanó töltetet? Mehet, Máté? Rob, lőd már! Azt a rád, engem is megsevezett! Azt a rád, lehalt a fele! Akkor ez lesz a taktika, ide gyűjtjük őket és megöljük. Jó napot, Mr. Traveling Merchant, mit tetszik árulni? Igen, gunpowder, meg brown mushroom. Egy emeraldér? Hát, uram, ne sértődjön meg, de ez egy kicsit drága. A Traveling Merchantnál is érezhető a válság, Krisztián. Ja, ez lesz körülbelül a 8. Ja. Föl, gyorsan! Hát, gyere föl! Meghalok! Pajzs, te barom! Arra van a pajzsod! Jó, Krisztián, muszáj bevetned a... Téged ajzét. Követnek, úgyhogy muszáj bejönned a vízbe, mert visszamennek alulra. Mi? A bal oldalról is menjen támadnak? Rengetegen vannak! Öld! Igen, de védekeznem kell. Ne! Ezek meg kell dobják, Máté! Rengeteg van! Máté, el kell menned és meg kell ölned őket.
Ja, persze a 8-at mi? Engem dobálna. Jó. Nem, téged dobálnak, mennem kell. Hol van? Ott van. Nem, ott van. Hol van? Ott van. Meghalt, nem dobott. Ez is meghalt, ez se dobott. Csicsa. Ez meg kell, hogy dobja, mert meg fog halni. És csencsantos is. Gyerünk, az meg kell, hogy dobja. Ezt nem hisz, nem dobta el. Nem dobta el. De ez mi a? 8% esélye van, hogy megdobja. Három darab. De ez most komoly. Nem dobta el. Szerintem mi valamit rosszul csinálunk, szerintem nem látjuk, hogy eldobja vagy nem. Jó, de csak a fő kéne, hogy vegyél a karakter. Azt, hogy hullanak, mint a legyek! Na, azért is már te el kell kapni. De három darab. Ja, de három. Ja, te is megölt ennyit. Ezt el kell kapni a tintahalakat is. Jaj, nem, megy ebben a jó, csak végén. Eltört a kardom. Aj, de most már legalább termet, most már legalább volt az embernek egy kis. Jó, kis de hát, hogyha nem dobja el, engem nem érdekel. Teremjen 100-ból egy, de dobja el a retkes izét. Főleg, hogyha encsantos is. Hú, az izgalmas volt most ez a kör, de sajnos nem. Ja, nem dobták el, pedig hárman voltak. De ha minden körbe lenne három, akkor jó lenne. Hát nehéz is, az biztos. Le kell tennem a cipőmet, mert már mindjárt tönkre megy. Júj, akkor vigyázz rá. Ha meg lesz a szigony, elkezdjük az encsantolást. És rakunk mendinget a ruhádra, Krisztián, ne félj! Egyet se félj! De hanyas vagy már, én 19. Én 23-as. Azt a jó fejlődünk az énem. Na, készen állsz, hogy újabb körbe csapjunk. Igen, Máté, szerintem fussunk neki, mert lehet, hogy ez a baj, nem futunk neki. Ja, amúgy lehet, hogy ez a baj. 1, 2, 3! Juhu! Gyerünk, gyerünk, szigonyosok után, szigonyosok szigony! Után! Hát eddig nem hallott túl sok dobálást. Dobáld már! Meg miért csak ilyen kevés terembe? Mi ez? Na, gyere föl! Ne, Krisztián, azért kerül 8 évbe mindig megölni, mert téged követnek, és nem vagy itt fenn. Megütöm, áh! Kijötted megint? Áh! A kicsik kijönnek a földre! Miért? Nem tudom. Anya, de és rám ütél ez a barom! Jaj, te béna vagy, és meg akarok menteni. Miért én vagyok a bénát? Kijön a földre? Hát most mi csináljak? Nem szóltam, hogy gyere segíts. Látja ezt a hatalmas harcot, Mr. Kereskedő úr? Remélem, ingyen. Ingyen terméke. Ja, hogy itt megvédjük önt. Én közben felmegyek addig. Ja, de nem jó, mert te is 40 év, míg fölmész. Krisztián, mindjárt följön a nap. Gyerünk. Yeah, baby! Yeah, gyerünk, szigony, szigony! Szigony, yeah. Dobálj, dobálj! Ott van! Ott dobál! Dobi! Megyek! El kell, hogy dobálj! Enchantos! Enchantos! Öld, öld, öld! Ölöm! De ez most komoly, hogy nem akarja eldobni a retkes. Hozzatok már! Hát ez komoly. Szerintem itt keményebb fokozatba kell kapcsolni most. Induljon az igazi farm. Ott van egy tridentes. Igen, látom. Sőt, kettő. Ez komoly? Igen. Tényleg. Meg fog ölni? Jaj. Vigyázz, mert dobál téged az oldalról. Megöltem. Eldobta? Nem tudom. Megfulladok. Menj föl. Ez is dobott valamit, nem tudom, hogy mit. Olyan volt, mintha eldobta volna Krisz. Nekem is úgy tűnt, de sajnos nem látom. Nem, nincs. Nincs. De hát két dolgot dobott. Ott dobál? Ott van. Az őrül. Megyek. Megy. Öld már. Aj, miért sebez ilyen nagy... Áááá, megöl! Védekezz! De hiába! Jaj, ne! Jaj, ne! Öld meg, öld meg! Jó, megyek rá. Szép volt. El kell menekülnöm. A francia nem dobja el. Ott is dobál. Jó, de nincs életem. Nyugi, megyek oda. Jaj, ne jöttek védeni. Ne, védekezz, védekezz, megyek rá. Jó, de itt jön a többi is. Védekezz. Meg kell, hogy dobja. Dobd el. Dobd el. Dobd el, te szar. Na. Csak szaros zombi hús daba! De ez most komoly! Igen! Ott dobál! Hely! Már engem dobál az a barom! Add neki! Szép volt! De ez már! De ez már! Már megöltünk vagy 15-öt, és még mindig nem dobták el. Enchantos... De ennyi mobból egyetlen egy se spawnol! Gyere! Föl! Jó, igen, felvették az 800 milliárd cuccadat, jól van. Nyugi, Krisz, meg lesz a cuccad, ne félj! Egyet se félj!
Nagyon vigyázni kell, Máté, meg körbevesznek és véget. Hát de nem is értem, hogy te mit kerestél ott lent. Na, itt van nálam egy csomó cuccod. Jó. Mint például láncing, lapát, kard. Ott van! Ott van! Yeah, baby, gyerünk, meghalsz. Nyugi. Dobd már el! Dobd el! Megint nem dobta el. Most egyszer meg kötelező megdobja. Nincs olyan lehetőség, hogy nem dob szigonyt. Gyerünk, 8 stridentes legyen. Itt jó, is jó. Van! Azt a mennyi van! Jaj, ne! Ne, meghalok! Ülsz fel, gyorsan! Jó, meghaltam. Jó, hát ez, Krisztián, ez nem akar működni. Ott van egy! Öld! Az most termed be! Jó, tört a pajzsom. Nem dob szigonyt. Valami különleges izé kell. Ott is van egy. Valami különleges dolog kell, hogy eldobja. Igen. Türelem. Enchantos, akkor az meg kell, hogy legyen. Ez az! Asztarat! És Enchantos! Enchantos! Majd erre ki a partra, ott nézzük meg! Asztarat, végre! Végre Trident, ezt nem hiszem el, körülbelül megöltünk vagy 40-et. Ezt nem hiszem el. Elvesztettük a szintjeinket. Ja, mindent elveszítettünk, az életünket is, többször ja. is. Erre áldoztuk az életünket, de megvan. Megvan a Trident, megvan, Krisztián. Már csak egy dolog van hátra, Krisztián. Hogy megnézzük, hogy milyen enchant van rajta. Krisztián, nagyon len van az élete, úgyhogy majd vigyázni kell vele. Föl kell javítani. Srácok, írjátok a kommentben, hogy mivel lehet feljavítani, mert fogalmam sincs. Krisz, hát hazamegyünk előtte? Igen, menjünk haza, Máté, menjünk haza. Nem akarok már itt lenni. Melyik csónakot választom? Elegem van ebben. Máté, ezt nem hiszem el! Végre megvan! Azt a rat. Srácok, 1:45 órába, tehát 1:45 percbe került megszereznünk, mert körülbelül, hát már szinte azonnal az elején. Már ja, farmoltunk is, szóval... farmoltunk. Azt a rohadt, nagyon nehéz volt. Ez most izé. De megérte, azt kell, hogy mondjam azért. Ja, ennyit rááldozni arra, hogy egy enchantos. És nagyon remélem, hogy lojálti van rajta. De ki tudja, lehet akár mending, vagy lehet akár ja. bármilyen. Sose volt még tridentünk, Máté. Ja, sose volt még tridentünk. Én még soha, nem is próbáltam ki ezt a tridentet, soha. Viszont most... megvan, és a kezemben foghatom, és harcolhatok vele. És kell szereznünk Loyalty 3-as könyvet, meg kell szereznünk Unbreaking 3-as könyvet, meg kell szereznünk Sharpness, meg mindenféle könyvet. Ja, XP farmot kell szereznünk, mert most elvesztettük az összes XP-t. Tényleg, de hittem, hogy jól lehet szerezni az XP-t, hogyha nem mászol be az ezek közé. Ja, a mobok közé. Krisztián, lepakolok, és akkor utána megnézzük, hogy milyen lett a Trident. Oh my god! Ja. De én mindig a hídon megyek át. Te miért nem a hídon mész át? Miért? Tök jó ott átugrálni. Hát, na. És akkor mindenki építettek egyet. Azaz, itt vagyunk. Szia, Lüke, Pál. Szia, hello. Oké, okay, lerakom a botot, lerakom a bronzot. Képzeld, kaptunk Tridentet. Te se hiszed el azt még. Azt a mindenségit, uram. Hello, Mali. Az ocelot benne van még? Nem. De miért nem? Kiszökött. Azt a büdöske. Azt a büdöskét, hogy kiszökött. Készen állsz minden idők legdurvább. Felfedésére pontosan, kis barátocskám. Most nagyon jó enchant kell, hogy legyen rajta. Nézzük is meg!